Szóval megérkeztünk Szicíliába, Palermóba, itt fogunk húsvétolni, és mivel minden zárva van kb., ezért a piacon fogunk most bevásárolni, és konkrétan egy piac mellett lakunk. De 24 fok van, szoknyában, nagyon meleg van, felhős, vaj, vaj, vaj. Belettem zsarolva, hogyha nem ülünk le enni azonnal, akkor netalántan elájul, úgyhogy muszáj volt megetetnem. Kértem egy hosszú kávét, tejjel. Kaptunk kávét. De nem értik, hogy mi a baj neked, hülye európaiként, amikor nem így kell inni a kávét, hanem úgy, hogy beversz egy presszót és felébredsz. És igazuk van, mert a másik ötletem az az volt, hogy iszok egy aperolt. Tulajdonképpen már hajnal 2 óta fent vagyunk, úgyhogy boldog húsvétot mindenkinek! Vasárnap Palermóban. Sikétőr. Füst. Káosz. Ez a hátsó kertben való grillezés újra definiálása. Az utcán való grillezés. Nem baszd meg, tiszta füst. Vagy így az egész belvárost ilyen mindenhol füstölnek. Úgy tűnik, akkor ez ilyen helyi népszopás. Úgy kimennek, kirakják a grillt, aztán hadd szóljon. Miközben tanuként hallgatják ki Varga Juditot az ügyészségen. Kicsit nem baj lesz szarni ezt az egész kavalkádat. Ti amúgy nem vagytok úgy, hogy lassan én már tényleg annyira nem tudom követni, hogy ki kicsoda, kik ezek az újabb arcok. Néha napokon keresztül utána járok, hogy Fölner, mi ez a shuttle ügy, vagy mi a bánat. Ezért ezt nem lehet. Erre az embernek nincs ideje. Bazd meg, az olaszok égetik a Holy Spiritet ott lent. Akkor a füst van Palermóban. Jön a jó Jézus Krisztus. Itt vannak a pálmákok. Hát azért... Álljon meg a... Bazd meg! Szóval, hogy... Na. Mi? Én? Te nekem most beszóltál. Viszket a könyökkel. Azért, amivel a srácok is vannak, hát... Nem irigykedem. Egyik jobban szenved, mint egy másik. Egyszerűen muszáj volt valahogy felélénkülni. Kértem egy gombóc pisztáciát, 2 lett, maradhat. Ez citrom és pisztácia és kávé. Most már hozzászoktattuk magunkat az itteni kávéhoz. Mennyi volt? 7? Nem, 9? Nem, 7 euró. Én 9-et, na tőlem 9-et ott volt le. Ez mind 9 euró volt. 7 euró. Ciao tutti. Wow! Hoho! Olyan nagy citrom, hogy így letépi az arcodat. Citrom! A sole mio! A sole mio! A sole mio! Mandarint valaki? Oké. Értem. Értem. Jézus, Atya Istenem, de szép vagy. Ezeket valaki fogta és kivéste. Ez
nem tudom, én ettől nem tudom így, nem is elérzékenyülök, de úgy meghatódom. Voltak emberek, akik ezt a kis salátát ott kivésték. És ez azóta is itt van. És ez nagyon régóta, az 1100-as évek óta itt van ez a katedrális. Norman Kingdom of Sicily. Ezt rohadtul nem tudtam én se. Rendesen meleg van, meg kell keresni az árnyékot. Szóval az benne a különleges, hogy a nyugati, iszlám és a bizánci stílusjegyeket tartalmazza, ez a katedrális. Így ötvözve van a culture, és egyesítés van, nemzetek egyesítése, meg ízlés, meg tudás, meg minden. Akkor nagyon szép dolgok jönnek létre. Látjátok ezeket a csipkéket? Ezek mind-mind abból származnak, hogy három világ összefogott, és ezek láthatóak itt van a katedrálisban. Ez egyébként egyedülálló volt, főleg akkoriban. Remélek Olaszországban is rögtön az jut eszembe, hogy összefogás, meg hogy politizálunk, meg hogy nyugat. Amikor tényleg összefogtak az emberek, akkor egészen más dolgok jöttek létre. Na most tényleg, ez egyszerűen számomra, én ezt nem értem. Tehát, hogy kifaragták, egymásra tették. Hogy maradt ott még mindig? Hogy van még ott? Hogy van még ott? Nem értem. Ő sem érti. Mindenki nyugodjon le a pip. Nézd az ég felé. Sias. Hát úgy tűnik nem csak karácsonykor, de húsvétkor is lőnek. Valahol tűzijátékot. Délután 3:30. Jesus. Az vagy az, hogy a maffia egyik tagjának a szülinapja van pont ma. Vagy a húsvétot is ilyen szépen megünneplik. Kinyílt a templom 4-től. Azért katedrális, illetve ez, amit kívülről láttunk. Azért Olaszország és főleg Szicíliára jellemző, hogy igen szigorúan betartják a siesta fogalmát. Fiesta, siesta, fiesta, fiesta. De esküszöm, ekkora hódot láttam. Kérsz makaront? Én kérek. Miközben ezt a Madonnát 1469-ben kifaragták nálunk, a törökök beköltöztek. Ott van a Patrona di Palermo. Ő a Patrona. Santa Rosalia. Patrona. Jelszó. Itt van. A szégyentere Le Temploma. Fura ez a lárva sávos. Ezt nem vágom, hogy ez micsoda. És miért ilyen? Húzacsírát raknak szerintem ide. És ki kell? Megy az áhítat, és nézd, annyira szép, felöltöztették virágba. És mariskát is. Ez pedig az Opera Színház. Legnagyobb Olaszországban. Itt, Palermo-ben. Van egy kis köd. Vagy nem tudom mi. De így látszik, hogy ott így vannak hegyek. Én már nem bírtam. Kicsit olyan, mint hogy ilyen vihar előtti valami bigyó lenne. Egész nap égetnek ezek. Az egész utcán nyílszően grilleznek, meg valamit sütnek, főznek, meg nem tudom. Ott, tessék! Hol? Ott. Nekem az a fantáziám, hogy már napok óta annyit égetnek, hogy ködbe borították egész Palermót, és ezért ennyi látszik. De picit lehet érezni a tengerszagot, meg így áldogult orral is. Rohadt fáradtak vagyunk.
Hajnal egy óta ébren vagyunk. Most van 7:30. Muszáj lesz inni megint egyet. Nem lehet bírni. Nem lehet bírni a tempót.